Gipszfigurákat festettek a gyerekek a múzeumok éjszakáján. A kreatív alkotásokat gyorsan elkészítették az ügyes kis kezek. Idén az időjárás kedvezőtlenül alakult, így a kulturális központ adott otthont a programoknak. Eddig festettem egy dinnyét, meg egy gombát, és most egy gyertyatartóval küzdök, ami hát valójában nem egyszerű. Logikai játékos asztalhoz mindenképpen szeretnék eljutni. Meg még körülnézek, hát ha találok még valami érdekeset. A gyerekeket sok elfoglaltsággal várták. Többen érdeklődtek a fondorlatos és fejtörő játékok iránt is. Ezzel, és ez a kettő sikerült, most meg ezzel próbálkozok. És milyenek a játékok? Tetszenek? Igen, én régen nagyon sokat játszottam ördöglakattal, de hát már egy jó jelen. Zolit a programok közül a logikai játékok érdekelték a legjobban. Az asztalon rengeteg közkedvelt és kevésbé ismert fejtörőt is találtunk. Igen, ezekkel szoktam különböző helyekre, hát mint ahogy ez a rendezvény is járni, és nagyon egyszerűek, általában megvan a Rubik család, ugye az a család, amit úgy szoktunk mondani, a többség ismeri a normál Rubik kockát, aztán ugye az egyszerűbb változatokat, ami szintén egyszerű, aztán utána már kezdenek elszörnyedni, ami hát elfajultak a különböző metszett kockák irányába, tehát azt a családot, azt a bonyolultabbak közé tartjuk, és hát vannak az egész egyszerűek, vannak a szétszedhető játékok, ugye ilyen ez a bilincs, ami egy mozdulaton, illetve hát patkó tulajdonképpen, aminek csak egy mozdulata a dolga, hogy szétszedjük. Aki pedig a lakatok világából ki tudott szabadulni, az a Báb Színházban nézhette meg a Székely Menyecske és az Ördög című előadást. Na jó van, édesek, vigyelmezzenek erős! Az előadás kezdetét veszi. Majd elfelejtettem, két óriási bejelentésem van. Az első és legfontosabb, hogy az itt megjelent, közelős, távolról, ide sereglett, édes drága nézőközönség, a főkerekségen az 588. publikum, aki ezt a meseleadást látni fogja. Na nem ovációznak, pedig ez szenzáció, édes látni, sötét a másokat, ezért mindenkinek tudtak. Hát 588, az nem kedves, ugye? Hát abban megállapodhatunk, az végső soron nutellás palacsintából se kedves. A rendhagyó Báb Színházban a kicsik és persze a nagyok is jól szórakozhattak. Nem elég savanyú ez a káposzta, az mágos tészta! Mágos tészta, ha? Jó, annak elég savanyú. Na gyere, jó szongó! Gyere már! Felejtjük egy kis ilyet a rögös zsörtörődésnő, hagyd már ide nekem egy csak a csókocska! Korábban nem igazán volt időm arra, hogy a nagyatádi programokon részt vegyek, most viszont időmilliómossá váltam a munkahelyváltással, és azt a döntést hoztam, hogy részt veszek minden programon, tehát tegnap is ott voltam a hangversenyen, a színház, és igyekszem a város életének kulturális programjait élvezni. Mert hogy azt vallom, hogy amit ide hoznak, és nekünk lehetőség van rá, azzal a lehetőséggel éljük. Úgyhogy minden érdekel, a koncertek, a táplálkozás, amit itt nyújt ez a program. Több asztalnál az egészség volt a központban. Vérnyomás és testzsírmérést végeztek, egészséges táplálkozási tippeket adtak. És aki nem hitt a fülének, az meg is tudta ezeket az ételeket és italokat kóstolni. Igen, gyertek csak! Ez szója és kókusz tej, ital, szójababból és, tehát főtt szójababból és kókusz reszelőkből készült. Ezt is kóstoljátok meg. Jó? Ez pedig egy szójatejből készült joghurt. Tehát joghurtot is készítünk. Kóstoljatok csak. És ha már tele a pocak a vegán és laktózmentes ételekkel, akkor következhet egy kis zene. A kreatív zeneműhely keretében magyar és más nemzetek népdalait adták elő.
Országosan 17 egyszerre, Nagyatádon pedig már több mint 10. alkalommal tartottak múzeumok éjszakáját. Kezdetektől fogva egy nagyon sikeres rendezvénysorozat volt, és egyre több múzeum csatlakozott hozzá az évek során. De Európában még régebb volt a szervezik már a nyugat-európai múzeumokban, és aztán kelet-európai picit később csatlakozott hozzá, de ez egy szenzációsan jó dolog. Most már én úgy látom, hogy ennek mintájára egy csomó minden más éjszakát rendeznek, a tudomány éjszakáján át a fürdők éjszakájáig mindenféle éjszaka van már, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Egy picit másképpen irányítja rá a figyelmet a múzeumokra, látszik az, hogy ezek a múzeumok, ezek élnek. A Vadvirág együttes moldvai táncokkal járta körbe a tüzet. A kedvezőtlen időjárás miatt a Szent Ivánéi tűzugrásból ennyi lett. Az est zárásaként színpompás tűzijátékban gyönyörködhettek a résztvevők.